Vegye kezdetét, srácok, ez a 7 záró, imáron a 17. Diablo 4-es adás, mióta megjelent a játék. Hát, a mai streamet nagyon vártam, ugyanis átbédeltük magunkat. Átbédeltük magunkat a Bonespear-es, igen, epikus buildre, és olyan, hogy hát, hogy nagyon durva ahhoz képest, hogyha csak a Summoner buildemet láttátok, akkor ez ahhoz képest nagyon brutális. Úgyhogy, hát ezt fogom ma így nagyon kiélvezni, hogyha így nem halunk sokat. Helltide Event-tel fogom majd kezdeni, és csináljuk tovább a renomé javítást, úgyhogy ez a mai terv. Teszteljük, mármint hogy nem teszteljük, gyakorlunk tovább ezzel a build-el, és hát majd aztán Nightmare Dungeon-okra is megyünk. Úgyhogy ez egyébként a terv a mai napra. Third Bosser és Helltide Event renomé gyűjtés. Már is veszem elő közben itt ezt a menő oldalt. Ott van. Helltide.com. Köszi szépen, Ben, már is kitűzöm az üzenetedet. Na, megvan, azt mondja, hogy az első láda az ott van, és mivel 38 percig tart, ezért 4 ládát is ki tudunk nyitni, hogyha ügyesek vagyunk. Ha ügyesek vagyunk, akkor 4 ládát is ki tudunk nyitni. Úgyhogy jól meg kell szedjük magunkat. Ez már a Bonespear-es build, igen. Olyan sebzések vannak, Onyx. Nem akarod azt látni. Repkednek itt a jó pár százezrek. Az ott egy 800 ezer volt, azt jól láttam. Valaki... nincs, hogy megnézni. Már csak cipő kell. Na, sok minden kell még amúgy ehhez a buildhez, hogy így még jobb legyen. Beleléptünk valamiben. Ja. Elég ütős, ezt jól látjátok. 892 000. Hát az nice. Gozi, köszi szépen, hogy megnézted. Annyit láttam, hogy egy szép nagy szám van a képernyőn.
Aha, nyugodtan, nyugodtan belökheted a klipet, Godzi. Az biztos be tudod linkelni. Köszi szépen. Azt biztos nem fogja letiltani a bot. Úgyhogy szerintem most már értetitek, hogy miért vártam ennyire nagyon a mai diablózást. Ezek után. Köszi szépen a klipet. Nem tudom, mennyit fogunk tudni összeszedni, mennyi pénzt fogunk tudni összeszedni, mármint hogy szindárt. Tényleg benne amúgy akartam kérdezni, hogy a druida hogy tetszik eddig. Protection. Még 5 perc alatt majdnem 100. Nem a legjobb arány. Én nekem ez már a negyedik diablom, 5. diablom. Úgyhogy... Valamennyire otthon vagyok a Diablo-ban. A 2 volt az első Diablom. Az 1-et azt pár éve játszottam ki. A Diablo 3 legutolsó szezonját, amit most így játszottam, az ugye még mindig megy, azt így kimaxoltam Altárral meg Journey-vel együtt. A 2-t azt most játszottuk végig a 4 megjelenés előtt. Mármint úgy végig, hogy Hellen megöltük Bélt Summoner Necroval. Úgyhogy én nagyon szeretem a Diablo-kat. Még sokkal jobban tetszik, mint a barbár? Na hát akkor megértem. Úgy néz ki a reroll. Akár pont eltalált egy meteor. Basszus, azt alig láttam, hogy oda meteor fog esni. Hát professzionális Diablo játékosnak amúgy nem mondanám magam, de nagyon szeretem. Nagyon szeretem a Diablókat.
Mi most meg kell induljunk visszafele. Hát azt nem értük el. Szávasz, szávasz, Girosz. Hát lassan már a 69-en a nagyobbakat csapok, mint a barbárral, és egyik gírem se kólas, aha. Barbárral láttam ilyen 60-as vagy 70 szinten ilyen milliós sebzéseket. Nyilván olyan biadál. Hát eddig nagyon lassan jön a Cinder. Eközben én az 52-es sorcival örülök a 3-okás kripnek. Ja, de a sorci az ugye sok kicsit nyom, én meg most itt nagy sebzéseket nyomok, egy nagy sebzést nyomok, tehát egy képességem nyom egy nagy sebzést. Úgyhogy... Talán ebben másabb ez a build. Lenne egy ilyen DPS méter, akkor nyilván könnyebb lenne. De nincsen. Erre kell mocorogjunk egy kicsit, meg 10 aberráns szindelt össze kell szedjünk. Van valami elit, azt meg kéne nézzük. Hoppá. Ja, már tudunk nyitni, oké. Okay. Mire összerántotta volna az enemit, addigra már nem volt enemi. Ajaj. Gyorsan visszaszaladunk, szétszedjük a dolgokat, és aztán megyünk le a következő Miss Chestre. És bízom benne, hogy egy harmadikat vagy egy negyediket is ki tudunk majd nyitni. De kár, hogy rosszak rajta a rollok. Ez csak egy gyors visszaszaladás most a városba. És már megyünk is tovább, megyünk is vissza. Na tehát most oda fogunk lemenni. Így van, úgyhogy használjuk a teleportot. És akkor 9 percünk van oda leérni, illetve aberrány szindereket gyűjteni.
dobásával, az pocó. Hát lehet, hogy ebből a két láda lesz. Bolondos ezzel óta. Hoppácska, hát ott recsentek. Mágus itt keni neki. Keményen. A kecskeklámból. Ahó. Ő miért nem jött oda? Nem is értem. Mi állt oda, Mantic? Ugye eltűnik a Bomb Prison. Ez egy Eric volt. Hogy tetszik a summonerhez képest? Hát nagyon sajnálom, hogy a summoner az borzalmas ehhez képest. Hát hogy ez annyira jó, hogy így nem fogok visszamenni summonerhez, ameddig nem javít rajta a Blizzard. Hát hogy egyszerűen nem lehet őket egymás mellé állítani. Itt sajnos ez nem lesz meg ez a láda. Ez sajna nem lesz meg. Még van 6 percem. Hát még az kellett, hogy meghalunk. Milyen sok shrine van. Na most itt van valami enemy. Ja, és lejött. Oh. Rektáció. Na, itt egy event végre. Thank you.
Na, nem tudtam arrébb menni. Arrébb menni. Aha, a menekülés miatt nem biztos, hogy jó ötlet bal klikre tenni a robbantást. Hát ez gyorsan kapta. Azt hiszem, felvettünk valami rossz, ja nem szedtünk fel rosszat. Na nézzük, mi a helyzet jobbra? Pereg a Diablo egyébként, pocó. Mert mondtad, hogy a települt beengedtek már azóta, nincs zárolva az accountod. Az volt a helyzet szerintem, hogy túl jó voltál a Hearthstone-ban. Hát ez a cult működik, mit ad, miért fontos? Ládákat lehet nyitni, amiket ilyen aberráns szinderért nyitsz, és a ládákban jó lootok vannak. Ez egy event, ami bizonyos időszakonként van. Azt hiszem 2 óra 15 percenként van. Mármint, hogy 3 óra 15 percenként van. Vagy 2 óra 15? Valami ilyesmi rémlik. Tehát a Diablót, na. Tízezer pollent agyon csaptunk már. Mindjárt jönnek egyébként az új ládák. Na most keltél, pocó, hoppácska. Na most már új mist chestek vannak, úgyhogy meg kell nézzük gyorsan. Már valaki reportolta is, hogy az új Miss Chest ott van, az egyik, úgyhogy elindulunk felfelé. A másik pedig a másik területen északon. Talán még lesz időnk. Sikerült átmened Wörthír 3-ban? Na hajrá, innentől már akkor jönnek a unikok, meg a jó kis sacred itemek. GG. Ja, hogy ma éjszakás vagy, ó, értem. Öt felszinten sikerült? Na, tök jó. Azaz ajánlottam úgy is. Hoppácska, közben level 73. I need more time.
Meg kell állítani őket. Jaj, jönnek a meteorok. Nagyszerű. A címben ott van, ahogy milyen klánban vagyok. Hát ez gyors volt, éppen spawnolt. Szerdástán. Köszi, köszi. Reméljük esik ma is a sok unik. Na. Az egyik mythic chest most már meg lesz. A kérdés, hogy sikerül a harmadikat kinyitni. Egyről már lemaradtunk, úgyhogy négy biztosan nem lesz. Szerintem mikor esik? Ha beteszik őket a játékba. Most föntre kell mennünk oda. Ezt nem hiszem el. Na, most már följebb mehetek akkor? Végre. Hát ezt nem hiszem el, srácok. Végre. Remélem lehetővé teszik egyszer a skillbar felső részre helyezését, mert kezd... Ja, aha. Nem tudom, hogy lesz olyan. Annyit lehet csinálni, hogy át tud állítani PSS-re a UI-t. Tehát felmenni ugye World Tier 3-ban, de én inkább maradok 2-ben. Hát, ha nem bírod, akkor érdemes, igen. A loot miatt jobb a World Tier 3. De ha sikerült felmenned, akkor igazából bírnod kéne a World Tier 3-at, nem? Hát csak a jobb loot miatt is érdemes lenne World Tier 3-ban lenni.
Hoppá, elnyomtam véletlen a izet. Standban. A védekező képességem. Ma még 50 kell. Nem, hogy feldobtak történébe. Ottani end boss két napja cseszegetett. David, mire megmozdultam, halott volt, de inkább még én is viszont a börtönre bejelenek 61 vagyok. Ahogy nektek, jó srácok, úgy nyomjátok. Én arra, hogy egyedül csináltam meg a 3-at, meg a 4-et, annak nagyon örülök. A 3-at azt még ugye 44-esen. És a 4-et az pedig... A 4-et az pedig egy kicsit fejlesztett Summoner build-el, amiről azt hittem, hogy nem is fog működni. Ahogy látom, kezdődik még egy event. Most védekezni kell. Hogy már csak kettő él? Oké, lassan tudunk nyitni. Ja, szűkös az idő, de megleszünk itt. Ez szerintem már sima. Most már csak nem kéne meghalni. Ha meghalunk, akkor bukta. Na, úgy néz ki, srácok, hogy sikerült. Sikerült a három legendás. Majd a három Mystic Chest. Na jó. Megyünk is vissza. Így, azt tudod esetleg, hogyha egy itemen rajta van az aspect, azt írja valahol a nevét, ha vagy csak ott, amikor... Micsoda? Ja,
Nem. Ha itt nézed, akkor nem írja, hogy ennek az aspektnek mi a neve. Csak azt írja, hogy mit tud. Nem, nem fogod látni az aspektnek a nevét. Hanyas szintű reális a World 4? 70. Az az ajánlott, tudtam már. Én azt hiszem 66-on csináltam meg, Ben 58-on. Az azon múlik, hogy... Ó, basszus, nem is néztem a gyűrűket. Az azon múlik, hogy hogy áll a builded. Minden azon múlik, hogy hogy áll a builded. Tárgy nevében van az aspekt, igen. Tényleg, ott van. Bone Wave, Splintering, Wind Strike, jogos. Grasping Vein. Ó, oh, köszi. Ez a Szeratáció, gondolom akkor ezek szerint. Umbrál. Ez meg a Sacrificial. Ó, oh, köszi. Nem próbáltam a Blood Necrot. Ez kuka. Ez is kuka. Ez is kuka. Ezen még a izé se jó, aspekt se jó. Hát item power alapján jó lenne, de nem jók rajta a statok, úgyhogy ez is kuka. Tehát most druidám van és vörténelemon kezdtem azt érezni, hogy túl könnyen megy, de a level 70 ajánlott az ijesztő. Csinálj nyugodtan, hogyha, hát érdemes rápróbálni, hogy ha bírja a bíjeded, akkor mehet simán. Az aspect ugye, ami nincs és te raksz fel, mindig az alapot adja. Tehát a kódexből az aspect az a legrosszabb, a legalapabb rollal jön. Tehát itt például ezen az itemen 19-el. 19-el fogod felrakni. Az nem lesz jobb. Az a kódex arra való, hogyha elkezdesz egy karaktert, egy buildet építeni, akkor az egy nagyon jó kezdőlöket. Hogyha lootról leveszel egy aspektet, az aspekt lesz, amit leveszel róla. Tehát, hogyha ezen egy 103-as damage van, akkor 103-as damage-et veszel le róla, és nem más. Tehát ugye, mivel erről extraktolod a power-t, nem egy másikat kapsz helyette, hanem ugyanazt, ami rajta van. Ez kétkezes kard. De 103 is lesz a fejlesztésben? Persze. Igen, igen. Hát mondjuk, igen. Ott lehet csalóka, hogyha mondjuk egy amuletről, vagy hogyha egy kétkezes fegyverről leszed le a power-t, mert ugye azt kell tudnod, hogy ha egy power az amuletten van, az másfélszer jobb, ha egy power a kétkezes fegyveren van, az meg kétszer jobb. Tehát, hogy ennyi. Mi az új sasdelár? Ez is kuka. A Blood Orb csökkenteti az ulti célét. Na ezt amúgy még nem láttam, úgyhogy ezt megtartjuk. A Legendary-ből kivett aspektet, ha ráteszed valamire, azután már nem lehet leszedni még egyszer, nem? Hát leszedni nem lehet, lecserélni le lehet. Tehát ha valamire rá imprintelsz egy aspektet, arra azt már csak cserélni lehet, vagy az itemet összetörni.
De hogy ha valamit, tehát egy aspektet rányomtatsz, ha egy tárgy imprintelté válik, akkor a benne levő aspekt az nem kinyerhető. Így van. Hát kár amúgy, hogy ennyi mindent szét kell szednem. Na, ez jó lehet. Ja, na. Srácok, upgrade, végre upgrade, el se hiszem. Három területet már megcsináltál? Na, gratulál hozzá. Az kéne, hogy ugye erre jó lenne vulnerable damage. A stunt fogjuk levenni, ez biztos. Hát a vulnerable damage az, ami szomorú, hogy nem lesz rajta, de hát ez van. Jó. Végre upgrade, skacok. Hát ezt el se hiszem. Ocean capacity ott van. Jó, és akkor ez is kuka. Arról meg kell a power. Na hát ennyi legendaryből végre egy upgrade. Ja. All junk. Azt mondja, hogy el kell menjünk. Nyilván ez nem a legjobb fegyverem amúgy, de... Tomairus. De fogunk egy aspektet. A tendriles. Hát nem tudom, hogy van-e fullos tendriles. Van fullos, ezt rátesszük. Ja. +20% crit chance-t kapok, hogyha elnyomom a corpse tendrilt. És nő a sebzésem is azokra, akiket elkapott a corpse tendril. Jó. Na várjál, nem is ez kell. Bone spear kell. Bakker. Szóval bone spear primary attack. Na az, abból lehet, hogy nincs ilyen jó. Lehet, hogy nincs is. De csak van amúgy. You have returned. Az a rendszer jó kis nehezítés a Diablo-hoz képest, jobban meg kell gondolni, mit mire használsz el. Hát meg ugye nem kuka egy legendary, hogyha nem jók rajta a statok. Hanem ott az aspekt, amit így még fel lehet használni. Úgyhogy nagyon jól feldolgozták ezt a gémet, szerintem. Na ott van, 3,8-as, tehát hogy százalékban nem a legjobb. Hát ez szomorú. Na mindegy, rosszabb lesz, srácok, a damunk. De talán kompenzáljuk, talán kompenzáljuk. Szevasz, ne szállj, szevasz. Hát figyelj, a minionok nagyon ostobák, damolnak, hát így 2000 és 10000 között valahol. És hát a 300 kötőjel, jó, nem, 100 és 800 ezeres sebzés az olyan, hogy így... Az így nagyon kell.
Szóval, hát azon kellene valamit javítani a Blizzardnak, mert a Bone Spearhez mérve borzalom. Szia, Ejai! Mondjuk. Lehet, hogy inkább a close-t kéne lecseréljük. Mert hogy ugye ezt tanulunk. De ha amit nem tanulunk, arra meg jó lenne a close. Na, mit mondanak? Vulnerable damage. Sziasztok, sziasztok. Jó. A close-osat fogjuk lecserélni. Szerintem a stunnal jobban járunk, mert lestunoljuk azokat, akiket a corpse tendril összehúz. És akkor 42%. És akkor nem kell hozzá közel lennem. És amúgy mit akarok? Hát nem is tudtam, hogy mit akarok. Na várjál, mit akarunk? Vulnerable damage-et? Vagy core skill damage-et? Jó, hát amúgy core skill damage nagyot mennem. Please. Oha, micsoda roll? Fullos? Ez fullos így, nem? Nem, majdnem fullos. Ez most mi volt? Édes Istenem! Édes Istenem. Dupla klikkeltem. Jó. Aztán micsoda roll. Hát az nem kell. Amúgy itt már nem is adhatja vajon? Slow volt enemikre. Hát végül is azzal jobban járunk. Na hát ő 2,5 millió. Let's go! Kösz. Na hát ez eddig jutottunk. 3 millió. Jól van, akkor maradunk itt. Vulnerable meg a Korski jó lett volna. Hát egy rolt pont skippeltem, egy duplán kattintottam. Bravo. Na erre kíváncsi leszek, srácok. Erre nagyon kíváncsi leszek. Ugye, Bone Spear, Vulnerable, Bone Spear, Vulnerable, Pügy. Ja, biztos nem azt akarjuk. Sól eltapcsoltunk pár milliót, de hát... Jön még a házhoz pár millió úgyis. Jó, akarunk bele szoketet tenni. És akkor még el kell vigyem, ahogy fel-fel leszük. Hú, milyen szép nagy számok vannak rajta. Amúgy elég durván, tehát hogy itt ezzel volt valami 3300, most meg 4700, tehát hogy elvileg érezhető lesz az upgrade. Ez az enchant hogyan működik? Hát így odamész az okkultistához, megmondod neki, hogy melyik statodat szeretnéd rollolni, és akkor ő ebbe segít neked. Beteszed, rányomsz, hogy enchant, és akkor le tudod cserélni az egyik itemedet.
egyik statodat az itemen. De hogyha már egyet kiválasztottál, akkor csak azon tudsz módosítani többet. És sajnos nem látszódik, hogy milyen statokat kaphatsz belőle, noha a Diablo 3-ban ez látszódott amúgy. Mikor érdemes felépni World Tier 2-ből 3-ba? Hogyha bírod. Megnézed a Capstone Dungeon-t. Tehát hogyha úgy érzed, hogy minden mobot nagyon könnyen ölsz World Tier 2-n, nincs kihívás, akkor megnézed a Capstone Dungeon-t, megölöd a boss-t és mehet a World Tier 3. Hogyha nem megy a World Tier 3-as Capstone-os dungeon, akkor meg még farmolsz Kirt. Igazából ennyi az egész. Szevasz, Immortál, szevasztok srácok, szia Petra. Oké, az ott már végre működik. Az is működik, az is működik. Az is működik, boldogság van. Hát amúgy most pont refoundolnunk kéne. Vagy így atacsol. Az a helyzet, hogy így per pillanat pazarlás van, mert hogy pont a másik irányból kéne elindulni. A Modest Fellowship expands. Praise the sub. Szia Eli, szervusz Gábor, köszi szépen az ajándékot, köszi. Hát... itt, ez. Az helyzet ebben már nincsen több dex. Ja. Át kéne rollalni. Majd vissza kéne refundolni. Nézzünk meg amúgy egy dungeon-t. Nézzünk meg egy Nightmare dungeon-t, hogy megy. Mit tudom én, egy 20-ast tesztelésnek. Úgy valószínűleg az jól fog menni. Egy 25-öst, ha van olyanunk, persze. Mindjárt összetörjük, ami nem kell. Stormbane, Wrat, Nova. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Ott van attack speed, movement speed, electric lance-uk lesz, jól van. Armor breaker, fire resist, cold damage. Amúgy ez jónak tűnik. CD csökken, na amúgy ez is jónak tűnik. Poisonous-ek lesznek a mobok. Poisonous, de több a gold. Critical Strike, oha, ez nagyon jó. Na jó, akkor lehet, hogy azt kéne megnézzük. Az például 26-os. Nightmare Portal, Deadpools, Drifting Shade biztos nem kell. Frost Damage az nem csinál semmit, Drifting Shade. Jó, ez oké. Okay. Valami azt a 26-osat néztük ki? Ja. Szóval köszi szépen Gábor a két ajándékot, gratula a paripához. Gratul. 70 utáni a 70 utáni Capstone Dungeon mit csinál? Mert én nem vágom? Nem tudom, hogy vágod a sötét, mint az. Ha megcsinál, átmentél World Tier 4-re, akkor az azt követő Capstone Dungeon, ott izével lehet harcolni, Echo of Lilith-tel. Nem tudom, hogy most így hol van pontosan. Nem tudom, miért nem mutatja, de hogy Echo of Lilith ellen lehet harcolni, ő nagyon erős. Úgy kapod meg a paripát, hogy ez egy értesítés Twitch-en. Tehát egy értesítést kaptál, amiben benne van a kód. És azt a kódot kell beváltanod.
57 online clan tag van. Komolyan. Durva. Na, 26-os Nightmare Dungeon-t fogunk csinálni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy bírja ez a build. Mutatom mindjárt az affixokat. Critical Strike, chance növelés, monster megölés az death pulse nyomat, aztán tehát a szörnyeknek nagyobb a lightning damage-ük, távolról a szörnyek 60%-kal kevesebbet kapnak be. És csökkentik az ellenállásunkat 50%-ig, hogyha távolról támadnak meg minket. Persze, hogyha jól értettem. Na, crit strike chance-t nyomunk. Hát, egyelőre oké. Okay. Nagyon laza. Nagyon laza, srácok. Ugye védelmünk még nincsen, azon majd még kell dolgozni. Na hát, igen, ne. Pont erről beszéltem, hogy védelmünk az nincsen. Lefejeltek minket. Ahhoz kéne egy legendás... Kéne egy legendás mint egy unik nadrág. Nekem éppen nem csak a damage. Hát látod ezért, hogy ne ez történjen, szemánsz. Mint amit az előbb láthattál. Gorgonik a Wildlife-ot kell lecsapjunk. Szóval ez az üvegágyú kifejezés definiálta? Szávasz, Lala. Az kedves. Yeah.
Ujjjj, de gonoszak! Wow! Ready set stream, köszi szépen! Köszi szépen a támogatásodat. A modest fellowship expands. Praise the sun. Köszi szépen az öt ajándékot. A modest fellowship expands. Praise the sun. Köszi, köszi. A modest fellowship expands. Praise the sun. A modest fellowship expands. Praise ja, hogy itt most konkrétan túl kellett élni, nem is figyeltem. Még nem volt meg a paripa? Azt hittem, már behúztam. Sajnos érződik amúgy az, hogy kevesebb a damu távolabb enemiknél. Lehet egy boomer kérdésem, gondolom már, vagy százszor elhangzott a válasz. Szóval az item kozmetikákat, amiket itt nyertem Twitch-en, azok hogyan aktiválódnak? A droppok? A droppok általában automatikusan rákerülnek az accountodra, és akkor a játékban azokat már látni is fogod. Erre gondoltál? De például ez a low-code, ez például nem úgy van. Ez kódos, ez más rendszer. A droppokat nem lehet elajándékozni. Ahhoz accountot kell csatolni. A droppokhoz. A lovat az például el lehet ajándékozni, mert azt egy kódba kapod és az nem drop, ugye? Akkor már bent kéne lenni a játékban, így van. Mondjuk attól függ minek és hol. Ha pontosítod, akkor lehet, hogy tudunk segíteni Neutron Star. Így van, amúgy, hogyha bent vagy abban a játékban, amiben klémeled a dropot, akkor ott például, ha beklémelted, akkor újra kell indítani a játékot, hogy megjelenjen. De ez például nem minden játékra igaz, de a Diablo-ra igen. Páncban. Hát máshogy nem is lehet beklémelni, ja, de be lehet klémelni, nem szóltam. Szóval már réges-régen beklémelt, de micsodát klémeltél be? Tehát, hogy gyanítom, mivel a Diablo-ról beszélünk, ezért a Diablo-s droppokról beszélsz. Mert a Diablo-s drop az úgy működik, hogy begyűjtötted a shorts is, a rugós, illetve a nekrós droppot, akkor a shortsinál a shortsit, a nekrónál a nekrót, a rugónál a rugót fogod látni. Érthetetlen? Hát precízen kell fogalmazni, és akkor
Tehát azt nem mondtad, hogy a Diablóról van szó például, hanem csak így nagy általánosságban kérdeztél. Így van, a barbár nem fogja látni a sorci szucot, ez nagyon fontos. Ezt nézitek be a legtöbben, azért kérdezem, hogy pontosítsátok, hogy miről van szó, hogyha így kérdeztek valamit már. Szóval mi a problémád? Írd el, hogy mi a problémád, nem tudom, mert... Az addig most már jutottunk, hogy a Diablóról beszélsz. És hogy nem látod a dropokat. De hogy... Nem látod a druidáddal a sorcis trófeát. Hát azt nem is fogod. Szóval, hogy a... ezek klassz specifikus kozmetik cuccok, nem fogod látni mással. Az gond, jó. Fatfingereltünk itt mindent. Nem érzem a nekrót nagyon immobilisnak? Hát mivel nem játszottam a többivel magas szinten, ezért így annyira nem. Mindig elfelejtem amúgy használni a Blood Mist-et. Ott van lent. Nem érzem azt amúgy, hogy több lenne a sebzésem. Bejön a játékmenet. Mármint, hogy így a Necro gameplay az így adja. Summonerrel is adta. Nem volt gondom amúgy a mobilitással. Meg itt se annyira. Hát nyilván a többiek azok tudnak gyorsabban menni. Ott van a Shorts is, aki tud teleportálni. Barbár is, aki a Vervind-dal... Jézus! Pillanatra el is felejtettem, hogy hol vagyok. Na, tehát most amúgy újakat kell húzni. Azt mondja, hogy... critical damage. Ezek a vulnerable-ökre a nagyobb damage. Srácok, hát valaki kint fát vág éppen. Na, 4-esre sikerült felhúzni. Valaki tudja, mikor lesz az első szezon? Én amikor ezt kérdezik, mindig azt a választ látom, hogy július vége, de én ennek még nem jártam utána. Pillanat, csak becsukom az ablakot, mert nagyon idegesítő, hogy vágják a fát. És miért várják ennyire a szezont? Én még a játékot sem játszottam még. Hát csak kíváncsiak, hogy meddig nyomhatják, gondolom.
Na. Amúgy lehet, bocs, tehát hogy itt nagyon heves voltam. Az Ancestral itemeket, azokat egyesével kéne átnézni. Nagyon nagy a game, de számomra túl bonyolult egyelőre. Nyugi, én is így éreztem, hogy bonyolult, mert nem a megszokott. Szia, Astro! Kuka! Amúgy be is jelölöm, inkább az jobb. Hát addig ne is cserélhetnénk a chestet, jó kis damage reduction-es chestet, hogyha találunk. Mert volt minden remény, hogy nyomod a minion build-et. Felesleges nyomnom a minion build-et, hogyha ezzel jobban lehet haladni. Az a helyzet. Tehát, hogy idegeskedek azon, hogy nem azt ütik a minionok, nem mennek oda. Az frusztráló, az frusztráló nagyon. Úgyhogy ja, tegnap átrolloltunk. Nem. Nem. Azt lehet, hogy kiszedjük. Van olyan ok, ami miatt érdemes várni a játék megvételével a az első szezonig? Ha most így az alap gameplay nem győzött meg, akkor nem biztos egyébként, hogy majd a szezon meggyőz. A last word boss mind szóltak, srácok. Azt megköszönném. Armor csökkentők. Jó, megnézzük ezt. Már amúgy nagyobbat kéne menjünk. 1 óra 17 perc még a World Boss-ig? Köszi szépen. Köszi. Ezt a szezonra válás nem tudom most értelmezni, miért jó. Ja, én is azért kérdezem, hogy miért érdemes várni a szezonig a játék megvásárlásával.
Akkor 1 óra 17 percen van feljutni a World Tier 4-re? Nem, hát World Tier 3-on is van World Boss. Ha a World Tier 4-es World Boss-t akarsz ölni, akkor igen, akkor annyi időd van feljutni. Van Twitteren World Boss Timer account. Ja, azt, tehát hogy így vágom, hogy meg lehet nézni, hogy mikor jön a World Boss, csak annyi mindenre szoktam így figyelni, hogy néha elveszek a gondolataim között, azt lemaradok azokról a dolgokról, hogy például mikor jön a World Boss, azért mondtam, hogy majd szóljatok, léci. Mindegyik World Boss egyszerre spawnol. Minden event ugyanakkor kezdődik. Na, most már legalább látom a nagyobb számokat. Ó, tényleg Blood Blister van, azt nem is figyeltem. Ja, itt most már 500 ezerek repkednek, jól van. Alakul. Jó, ez sokkal szebb. Aha, ilyen 500k-k is néha reppennek, nem azt mondom, hogy mindig annyi megy, de hogy most már legalább látok nagyobb számokat ezzel az új karddal. Próbáltam tegnap... Nincs World Tier 2-n boss. Próbáltam tegnap a World Tier 4-et, de esélytelen meg. Hát ja, ez kell a build. De hogyha esélytelen, akkor hogy tudtad megölni a izét? Átboostoltak? Mert hogy általában, ha meg tudod ölni a boss-t, akkor tudsz haladni a következő tíren. Úgy van megcsinálva. Jaj! Majdnem lerobbantották az arcomat. Oké, erre kell majd menjünk. Benne és Hubi elhúztak minket. Ja, értem. Megöltem? Nem tudom, kaptam? Nem tudom, hogy kaptam. Nem használható semmi bónusz nem adó secret itemekkel, mit érdemes csinálni? Hát, ha pénz kell, akkor eladni, ha pedig alapanyag kell, akkor meg szétzózni. Értelmetlen szerintem ez az áthúzás, ha utána nem tudsz haladni World Tier 4-en. Hát abból a szempontból, ha igazából csak átboostolnak úgy, hogy leütik neked a Capstone Dungeon, akkor úgy valóban értetetlen, mert akkor úgy kevésbé érthető. Ha utána együtt nyomjátok, akkor már viszont van értelme.
Na, 600 ezer. Nice! Akár. Ez a poison jó sokáig bán. Félre ne értsetek, amúgy nem izé boost ellenes vagyok, meg semmi ilyesmi. A Lego az a Legendary, így van. Így becézik. Több mobot kellett volna ölni? Basszus, nem figyeltem, hogy itt ez a feladat. Ezt kíváncsi leszek, mikor ütök én a sorcival 500 ezeren? Hát szerintem soká, egyrészt a sorci, a top sorci buildek nem egy támadásukkal nyomnak ennyit, hanem sok kicsit, úgy mint a Summoner Necro, sok kis sebzés van. Szóval nem hiszem, hogy fogsz ilyen nagy számokat látni a képernyőn egy ideig. De majd a prób sorci playerek kijavítanak. Azt mondod alá, hogy soha azt jövő hónapban, vagy mit tudom, amikor kezdődik a szezon, biztos lesznek sorcik, akik milliós damokat nyomnak. Lesz valami elvetemült build. Az gond. Ez de jól nézett ki. Ja, de most így még a szezon előtt valószínűleg nem lehet olyan hatalmas damokat kinyomni, mert ilyen nagy számokat elérni a sorcival, az biztos.
De nekem amúgy ez a változás, ez így, hogy átálltam a Summonerről, ez így nagyon-nagyon kielégítő volt. Hogy elolvad? A Firewall-os az a shorty build, ami nagyon jól stunol, igaz, srácok? Nem tudom, merre kéne menni. Jaj, ne! Ez hol van? És mekkora? Jó. Hatás barbárt próbálgatok, mert most elég az gírva van. 0 unik esett neki, 3,5 milla volt a legnagyobb ütés. Jó kis hotá, én azt szerettem a azért 3-ban. Oha. Ja, én nem a Fireball-ra mondtam, hanem Firewall. Mint a tűzfal. Júj! Hát ez ott majdnem pukkant egyet. Hagyjatok békén, pókok! Keresem én is, melyik lenne a legjobb. Hát... nem tudom. Attól függ, mit szeretnél csinálni. Az komoly, hogy szétesett egyébként. A rótól már olyan korán lehet nyomni az endgame buildet, így csak azt mondod. Hova is kell menni? Valahol oda, nem? Ja, hát nekem a Summoner az így nagyon tetszik, csak... hát most... azzal nem lehet így haladni. Az a gond. Hiába tetszik egy build, hogyha nincs jól balanszolva a gameben. Tehát, hogy így... az borzalmas. Hát... Úgyis lesz majd, amikor eljön egy build, tehát eljön az ide, amikor ragyog egy build, és hát akkor meg majd nyomatom a Summonert.
Haza gondolta, hogy még így is haza kell majd mennünk. Jó, hát akkor igazából már most hazamegyünk. Jó. Jaj. Tök jó, most amúgy egy olyan dungeonben vagyunk, ami a Renown-t is javítja. Mert ugye még nem szedtük ki belőle az aspektet. Ez a szemét szék hihetetlen. Na. Mondjuk nem. Hoppá! Ez akár jó lehet még a Summoner build-ben. Ezt összetörjük. Damage reduction, maximum minimum life, dodge chance, oké. Melyik szörnyet utáljátok a legjobban? Egy bácsár, kettő szék. Na. Aha, tehát hogyha a Blood Orb healinget le tudnám cserélni critical strike chance-ra, hát... Az helyzet, ez offos. Ez offos. Mondjuk nem. Critical strike chance, igen. Maximum essence, crit damage. Kár, hogy nem jók a rollok, mert hogy a leglovabbak. Ja, hát igen. Amúgy lehet nem is a Blood Orb healinget, hanem a Lucky Hit-et kéne leszedni. Érdemes-e csinálni a Whispers of Dead-et? Én szoktam csinálni. Vagy lehet eladni egyszerre? Ja, hogy a srácok mondják, bejelölöd junknak, és akkor rá jobb klikkelsz az egyik junkra, és eladja az összeset. Az Echo Fate-t küldi, az a 100-as. Valószínűleg amúgy az. Ilyen, ha capstone-os az ikon, ahova menni kell, akkor igen. Ha már Wörtir 4-en van és capstone-os dungeon ikonja van, akkor az az Echo Fate-t, szerintem. Jó. Ezt megtartjuk. Most nem rollolunk rajta, de megtartjuk. Enjoy the swamp. Mindig egyesével adtad ám? Hát én, ha úgyis átnézem már az itemet, akkor bejelölöm junknak, aztán eladom. Hogy szoktam csinálni? Eladom azt, ami nem ancestral, és nem legendary. Ezt bejelölöm, eladom. Aztán átnézem az ancestralt, ami tetszik, félreteszem, ami nem tetszik, az megint eladom, aztán jönnek a legendarik, amelyiken nem jó a stat, és nem jó az aspekt, azt fogom és betöröm, amelyikkel meg lehet valamit kezdeni, vagy a statjai miatt, vagy az aspektja miatt, az aspekteset azt extraktolom, a másikat pedig felhasználom. Nézzük csak. Minion attack speed, az nagyon jó.
damage reduction, summoning skill damage. Mit mondanak? Movement speed és minimum attack speed. Tehát, hogy erre teszünk movement speedet, mondjuk a bone skill damage helyett. Ja, akkor jó lehet. Nem 100%-os, de jó lehet. Oké, akkor ezt megtartjuk. És akkor ezt is megtartjuk, mert ez is jó gyűrű. Verbos, mikor lesz? Vannak erre ilyen oldalak. Egyébként. A dnigyarmory.io azt mondja, hogy még 53 perc. És Helltáj meg 13 perc múlva lesz. Van-e értelme letölteni a Diablo 3-at, ha még sose játszottam vele, és a könyvtárban van már egy ideje, vagy vegyem meg a Diablo 4-et? Hát figyelj, hogyha nem tudod eldönteni, hogy 4-el akarsz-e játszani, akkor érdemes kipróbálnod a 3-at. Hasonló, meg Diablo, de ettől még nem ugyanaz a két játék. Meg kell az XP, úgyhogy gyorsan elnyomjuk a Shadow Resistet. Ilyenkor nem ad a játék búrát? Vagy most mi van? Mire vártunk? Szerintetek mire vártunk? Complete a Nightmare Dungeon without valami. Néha késik? Ja, értem. Akkor olyan, mint a néha a kaja rendelés. Complete a Nightmare Dungeon without taking damage. Na hát, mi a jutalom? Pont nem mutatta. Mi a jutalom? Hát most nem mutatta, hogy milyen title-t kaptam. Hát be akarnám rakni. Most így honnan tudja, hogy mit rakjak be? Na, a 4-est húzzuk tovább. Csak a 11 perc, az alatt csak megcsinálunk egy sima dungeont. Tudna segíteni olyan, aki nagyon sokat tolta és segítene privátban? Hát, hajrá, Benny. Ezzel kapcsolatosan. Mi? Csoda? Nem, ez nem az, azt hittem. Ez a spreadelős lucky hit. Na, arra van 11 percünk, akkor jön úgyis a Helltide. Formless és Fugitive. Köszi szépen, Konix. Köszi szépen. Olyan volt, mint hogyha valaki csöngetett volna. Hát 11 perc alatt mi ez a sokszor? Le kell rásoljuk ezt a dungeont. Hát így ezeket olvasva, Konix, a Formless azt tetszik. Szia Tündérke, nyugodtan linkeld már. Sokszor amúgy becsapás ez a lila, ez a felerősített enemy, mert azt hiszed, hogy ez nagyon durva, de a lila enemy egy sima enemynél erősebb, de egy elitnél nem erősebb. Úgyhogy én mindig maximum azzal, hogy úristen, lila körvonala van, biztos valami nagyon kemény enemyről van szó.
mármint, hogy mit tudom, hogy miért kaptam a Formless-t meg a Fugitive-et? Hát azért, mert nem sebződtem a Nightmare Dungeon-ben, nem? Jaj, rossz gombot nyomtunk. Miss with the gaming. Az increase health-esek rosszabb a... Ez mondjuk igaz. Ebbe igazad van. Ezt aláírom. Ó, igen, 600 ezer, gyere rám. Jaj, opá. Jó. Na. Au. Bolond kvártei mesterem. Ja, a fortifájós enemik azok kemények. Nem, biztos, hogy nem fotóztok meg. Tetszik, hogy lesztánolta, de nem húzta be. Például ez se tetszik amúgy a Necronál, hogy így nem működik ez a Corpse Tendril jól. Bajok vannak a Necroval. Mindig van valami a buildben, ami így nem tetszik egy-egy buildben. Aktuálisan. Hoppá, az rossz felemem. Igen. Így van. A Blood Mist-et elfelejtem használni. A Blood Mist-et akkor fogom majd elkezdeni használni, legalábbis így ismerem magam. Ha nagyon sokszor megölnek, és szükségessé válik. De így hirtelen a helyzetben így nem fog ráállni a kezem. Ha hirtelen kell cselekedni, nem fog ráállni a kezem, csak hogyha... Amiatt nem tudok majd tovább haladni, mert a Blood Mist-et kell használnom. Hát, oké. Megint nem húzta be. Valószínűleg azért, mert ott volt az oszlop. Mondjuk most ott nem volt oszlop. Na, azt mondja, hogy itt lefele nincs semmi. Ennek az achievementek amúgy örülök, a title az így nem mozgatott meg, de örülök, hogy sikerült sebzés nélkül végigvinni egy Nightmare Dungeon-t. Ez tök király. Itt a Corpse Explosion az, ami így nagyon király. Úgyhogy most megyünk és pukkangatunk. Ne! Jak az belejárt. Még 4 perc a Helltide-ig. Na, ha az a rugóval meg lesz, majd szólok. Csak át kell buildelni range-re és kész, lol. Nem? Kek.
Az nem jó. Nem jó. Vagy 200% a dodge és mindent kikerül. Igen? Hát ez akkor jó build lesz. Hatalmas dózsolások lesznek. Milyen jó, kaptunk egy... egy mácét, ez gondolom Warriornak van. Az helyzet, meg is tartanám, hogyha akarnék warriorozni, de nem akarok. Mondjuk másik klasszal sem nagyon akarok játszani. Na, ez amúgy akár még jó is lehet. Ja, ez amúgy még jó is lehet. Leszedjük róla a dexet. És amúgy jó. Mondjuk az int az fájni fog, hogy nincs rajta. De a damage reduction miatt az jó. A damage reduction az jó. Csak ki tudom nyögni, amit akarok. Basic attack skill. Sidequesteket mikor kezded el? Hát amikor kedved van hozzá, nem? Tök jó sidequestek vannak amúgy. Na, srácok, boss fight jön. Mindegy. Nem volt alatt a korps. Ez csak sima Vertir 4-es boss volt. Megint kaptunk valamit. Teljes letolni a Renown miatt is jó sok az ingyen paragon level. Ja. Most ez megint mi volt? Wither Silence vagy mi? Ezt nem tudom mi lehetett. Valami Withered Silence volt, azt mondja, az achievement, lehet keresni az achievementekben? Nem, akkor ez nem fog kiderülni, hogy mi. Hát hogyha nem lenne ennyi fajta sebzés ezen, akkor amúgy jó lehet, nem? Nem emlékszem, hogy megvan ez a Legendary Power, úgyhogy félretesszük. Milyen boss fight? Hát ugye? Semmilyen. Várjak-e Vertir 4-ig a sidequestekkel? Mi a célod? Tehát hogy attól függ, hogy mi a célod. Érted? Ha minél előbb jobb lootokat akarsz szerezni, akkor egyértelmű Vertir 4-ig vársz a sidequestekkel. De hogyha olyan a biedet, hogy nem tudsz fölmenni Vertir 4-re, akkor érdemes csinálnod, hogy például legyenek Renown pontjaid. Vertir 4, azok 70 pluszos enemik. Ja, igen. Mi? Ezt ugye meg akarjuk tartani a statok miatt. Az amúgy igen, tehát hogy ez is jó lenne, csak kicsi az item power. Na, már megy egy perc elvileg a helltájd, úgyhogy röppenünk is át. Azt mondja, hogy... Ez a Skozglenes, jó. Hát még nem írta senki, hogy hol van, úgyhogy elmegyünk lefele.
Kedves sem megtartani a leveling buildet a barbárnál, mert megszeretted? Level 50 körül? Hát figyelj, ha tetszik, akkor érdemes megtartani. Ameddig tudsz vele haladni, hogyha már zavar, hogy nem tudsz vele haladni, akkor meg lecseréled. Igazából ennyi, nem? Helltides.com, ott nézem. Helltides.com egyben, kisbetű. Majd megcsinálom el, hogy legyenek diablós parancsok. Na, az egyiket már megtalálták, az egyik láda itt van. Ha jól látom, várjál csak. Nem, itt van. Itt, ott az egyik láda. Ez a legjobb Helltide event, ami most van, mert félkor kezd, tehát hogy ki tudsz nyitni négyet is. Ki tudsz nyitni négy ládát is. Ben, köszi szépen a támogatásodat. Ubesznek, köszi. Na ez csak simán 75-ös. Úgy srácok, peregenek a szagák, köszi. Elvileg már az alsó ládát is megtalálták, hogy hol van. Az alsó meg valahol ott van. Ott. Szia, Richie. Richard. Na majd megnézem egyébként stream után, tündérke a linket. Nézd meg, dodzsol, folyamatosan dodzsol. Jézus. Ez egy olyan terület, amit még nem fedeztem fel, úgyhogy gyorsan megnézzük. De durva. Szóval Lakeside. Aha, és akkor ott még mellékküldetés is van. Köszi szépen Jumukra és tündérke a pergetést. Köszi. Azok is tudnak egyébként pergetni, akik nem feliratkozók, srácok. Hogyha szeretnének természetesen. Au. Ajaj.
Szevasz, Litakán. Jó farmolásokat. Oké, ő nem támadható. Helltides.com. Mond nézem, hogy hol lát. Köszi, Konix. Na de jó! Szevasz, Tony. Szevasztok, srácok. Lassan már tudom nyitni a következőt. Szevasz, esebet. Hali, hali. Na, 5000 kultista. Ez legalább nem tűnt el. Ez legalább nem tűnt el. Dark és Zelóta. Nice.
Azt mond. Én onnan menekülnék, köszi. Vizúj se sebát, hogy mint. Halékizó. Hogy oda spawnolt a blokkád? Kezdődik zsír. Ez egy kedvenc event, ez tetszik. Most már ez az event így tetszik. Persze. Azon gondolkodtam, mi lenne, hogyha megölnének a láda előtt. Szia, Ice Scanner, szevasztok, srácok. Jó. Megyünk át oda. Még a World Boss előtt jó lenne megölni, majd kiszedni a láda tartalmát. És akkor World Boss, két láda plusz még két láda, tök király lenne. Az igen, mennyi kesztyű esett. Ma még nem esett Unix, srácok. Nem megy jól a játék. Mondjuk nem akarunk rögtön oda menni. Mindegy. Itt valahol éjszakon lehet event, úgyhogy megpróbálok arra menni.
Az nem jó. Egy gyors válogatás. Kell nekünk egy gyors, nagyon-nagyon gyors válogatás. Üdvözlöm mindenkinek, skacok. Hali. Püty. Ez a fegyó is tetszik amúgy. Tehát van még 13 percünk kinyitni a ládát, szerintem addig ez simán menni fog. Na így szoktak lenni elventek ezen a területen. Egy paragonpont. Na már csak 174. Ne otthon szállj, nyugodtan mennyi World War 4-es boss-tal. Hát most abban nincs semmi. Lesz jó gír. Srácok, úgyis annyi damot csinálnak, hogy... Még van 10 percünk. Nem végeztem a sztorival. Level 47-ig. Legjobb stratégia szintezni. Csinálod a renomét. Hogy a meg legyen a 4 paragon, mert 4 paragon mindegyik területről. És az alatt esik gír, mész a következő World Tier-re, és nyomod a... Hát ha nagyon ilyen beteg szintezést akarsz, akkor nyilván deckolsz a meta instánkba, ahol a legjobban jön az XP. Kérdés, hogy mennyire van kedved ilyeneket csinálni. Nice. Ilyen monoton farmolásokat. Oké, ez nagyon kellemes volt, HC karakterrel lennék, akkor biztosan nagyon élveztem volna. Yeah.
Pont elkapta a visszajövő Bone Spear. Vicces volt, mert nem. Szia, Grove. Szóval Lilith altárokat amúgy összeszeded dungeonokból, összeszeded az aspekteket. És az amúgy szerintem sokat fog segíteni. Így a gír elődés alatt. Nice, én legalábbis ezt csinálnám. Magasabb bőrtírákra menni, hogyha éppen van health tide, akkor azt nyomni, nyitogatni a miss chesteket. Ha nincs health tide, akkor meg izé. Glyfeket húzni a Nightmare Dungeonbe. Attól függ, hogy átmentél már például bőrtír 3-ba. Kétszer meghaltál úgy, hogy azt se tudtad, hogy mit a... Sok az effekt, akkor nehéz átlátni. Ja. Édes Istenem, ne köpködjetek, mert szemetek. Na ez sima, sima ládanyítás, srácok. De idegesítő, hogy mocorognak össze-vissza. Egyetlen egy loot. A 175-ös chestből. Never lucky. Never lucky babadüh. Az a jó a gameben, hogy már alacsonyabb szinten is érzed az OP szagot. Azt emberek meg azt mondják, hogy jaj, de rossz a scaling, jaj, de rossz. Nagyon rossz, hogy scale-el a játék a szintemhez, mert nem érzem, hogy erősebb lennék, jaj, jaj. Szerintem itt nincs zavarom megcsinálva a scaling. Mármint, hogy engem abszolút nem zavart, éreztem azt, hogy fejlődik a karakterem az item cserék miatt. Ha level 1-től akarsz fejlődni, tehát hogyha level 1-es cuccokba akarsz végigfejlődni, akkor ez nyilván nem fog menni. Igen, nekróval vagyok, Groove. Még van 3 percünk odaérni. Még egy kicsit farmoljuk a dolgokat, a szindereket. Uha! Az nem jó. Uha! Wow. Na, hát akkor van más vörténére.
My burden is too great. Na. Azt mondja, hogy World Boss. 6 perc. Hát akkor még mindig van idő. 6 perc. Nálatok is 6 perc még a World Bossig? Nálatok is még 6 perc, oké. Akkor jó. Azt hittem egész kör jön. Egész kor ilyen. De akkor nem egész kor ilyen. Köszi, köszi. Négyes, tehát gáz a négyes. Ez elég ostoba a húzás volt részemre. Bebörtönöztem magam. Nem hiszem, hogy buknám a szindereket. Ameddig tart a Helltide event, addig bárhol vagyok, megmaradok. Ha kilépek, akkor nem tudom mi van mondjuk. Azt nem vágom. Mennyi idő van? Megnézzük. Azt mondja, hogy 3 perc, még egy kicsit belefél. Az event mondjuk már nem fér belem. Nem úgy kiderül, mint a Legacy Place. Hogy mi újság. Na, itt lépünk ki. Meg szumonálnak, ezt most nem értem, nem otthon sztár, hogy mire gondolsz? Ki szumonál meg és hova? Jaj. Vicceltél? Ja. Ja, itt igazából a lényeg része az volt, hogy vajon megmarad-e a szinderem. Ami nem tudom, hogy megmarad-e. Hello.
Na még két pár srácok. Hello. Hello, hello. Verboss még nem öltem ezzel a bieddel, úgyhogy kiderül, hogy mi újság. Ahogy látom, közben már megtalálták az új ládákat. Tök jó. Lehet, hogy tudom én, miért ritkák a world bossok? Nem tudom. Nem tudom egyébként. Hát valószínűleg azért, hogy ilyenkor több ember gyűjjön össze. Legalábbis én ezt látom benne a logikát. Majd így logikának. Már kevesebb, mint fél perc. Tíz másodperc, srácok. Na nézzük. Hát igen, így, hogy nincsen... Így, hogy nincsen nagyon defem, ez igazából várható volt. Ez várható volt. A kecske éppen szed minket. Kellene még essence. Az a helyzet. Hát igen, ez írtó kellem. Tehát a boss fighton ez a build, ez azt a rohadt! Négyes. Igen, ez... Oké, nagyon sokan meghaltak. Négyes, bakker. Igen, erre kéne kondicionálni magam. Használjam a Blood Mist-et a sűrűben. A kecske. Ja, hát ezzel a build-el nem tetszik a world boss az helyzet. Mert itt nagyon gyorsan elfogy a... az essence-em, amiből van a sebzés. Grande Cash.
thanks. Farewell. Na hát, itt nem sok mindent tettünk amúgy hozzá, de meghalt. Na, a francba. Fight hard, eh? Make the devils pay. Why not? Gyorsan bepakolászunk. Most nincs idő nagyon válogatni. De jó. Mystic Blade rugóval már nem is tudom mikor haltam meg utoljára. Elég broken-el sikeredett. World Boss-nál konkrétan nem is érdekel, miben támad éppen, mert a HP alig látszik. Wow. Az nice. Az nice. Nekem a Summoner Necro-val nem volt ilyen bajom. Sajnos most itt a Bone Spear-es Necro-nál nincsen semmiféle védelem, csak a pure HP-m, ami iszonyatosan kevés. Ha megmaradt, srácok. És van 20 percünk. Szóval se barrier, se fortifiedom, nincsen perpill, ami hát őrült nagy hiba. Druida is ennyire életképes, tudod? A druida az ennél jobb. Mármint amit most látsz nálam, a druida az ennél jobb. Nyilván bijet kell hozzá, de szép nagy számokat tud csinálni. Egyébként.
Már ha erre voltál kíváncsi. Hoppá, valamitől fortified lettem. Mi a fene? Szerintem ha X HP alá megyünk, akkor kapom a Fortified-ot. Főjében 44-es szinten sikerült a Bertie 3-as Capstone Dungeon. Nice! Van-e magyar klán? Szerintem elég sok magyar klán van. Nagy pofán küldte a Bone Spirit. Ilyen, hogy event van. De kitűzte például az én klánom is ott van, hogyha abba szeretnél esetleg jönni. De vannak Pontéknak is klánja, a Vidéknak is, Nesszáéknak is.
Na és akkor valahol ott van egy láda, úgyhogy most arra fele fogunk menni. Közben nyomok egy kis italt. Critical strike chance az amúgy pont kéne, szóval nem azt kéne elhasználnom. Az komoly. Még kell 85, srácok. Szia, Jedi! És nem is ezt fel kéne áldoznom, hogy jobban életben vagyok? Ja, kéne majd egy nadrág ilyen damage-es, vagy egy másik aspekt, ami például armor stack-kel rám. Ja, vagy barrier-es, ja. Pont emiatt nem tudok olyan biztonságosan menni, hiába van egyébként Blood Mist, mert vagy meghalok éppen, tehát hogy nincs olyan, hogy nagyon fogy a HP-m, olyan van, hogy vagy instant halok. Vagy élek. Szerintem ez simán meg lesz. De ja, vagy a Fortified, vagy a Barrier az kéne, vagy a Armor izésztek el, és bár az nyilván kevés. Jaj, kapták a csontig! Na, megnézem majd elnézést, nevetnem kell a javaslatot, tippet. Van amúgy armoros, arra mondtam, hogy armort stackálni. Az nem tudom mennyire jó. Mennyire lehet jó nekem. Nyomtátok a savát? Na, gratula Bianca. Gratula hozzá. A cash miatt érdemes. Ölni, ha úgy van. Ha még 7 percünk.
meg vannak a szinderek is. Igazából mindjárt oda megyünk, és kész. Mi van a cash-ben? Hát én úgy gondolom, hogy biztos valami nagyon jó dolog, hogyha 80-as szintre zárták például a Vertir 4-eset. Úgyhogy gyanítom, hogy biztos valami nagyon hasznos dolog van benne. És átváltottam Bone Spear Necro-ra a dam miatt, és azért, mert majdnem minden Perfect Legendary-t sikerült kilootolni. Komolyan? Mázista. Nekem nem nagyon vannak perfektek, basszus. Alig van egy-két itemem, ami nagyon jó. Gratulálok az egyébként. Jobb ez, mint a Summon. Hát, Jedi. Ég és fad. Ég és fad. Tényleg belőtt esett ki 4 darab perfekt a fixos gyűrű. Mázistánk vagytok, srácok. Végre, el se hiszem, hogy esett. Jó, ez is kuka. De ez úgy kuka, hogy ez szétszedésre. Na, ott a barrier. Hát konkrétan a legrosszabb rollal. Ezt azt sem tudom, hogy megvan, úgyhogy azt is majd megnézzük. Az is 5,5. Hogyha erre sikerülne egyébként rárakni egy Critical Strike-ot, akkor ez jó lenne, csak akkor az Army of the Dead az kuka lenne. Na mindegy, az nem számít annyira, úgyhogy azt lehet, hogy tudnám használni. És ez jobban kell egére, mint a Summonhoz? Igen. Movement speed, cooldown reduction, hát az nincs rajtam. És rank. A barrier miatt megtartjuk. Ez a sapi is amúgy jó lehet, szerintem. Mindjárt megnézzük. Már elfelejtettem, hogy a sapira mi kéne. Hát a maximum life. Mármint, hogy nyilván nem a mostani buildben, a summonerásban.
Hát az a gond, hogy... Jó, ezt eltesszük, mert amúgy ez is jól lát. Akkor most meg ezeket itt kipakoljuk, hogy átválogassuk. Szia Berzeus, szevasztok srácok. Hoho. Na. Ez konkrétan az, ami ott van, de mivel nincs másik, ezért kell extraktoljunk. Na várjál. Igen, ez az, amit extraktol. Igen, azt is extraktolni akarjuk. Na ez mi? Na jaj. Ja, ez a gyűrű, ez jó lehet. A Blood Orb csökkenteti az ulti CD-t. Hoppá. Na olyanunk sincs, úgyhogy azt is extraktolni akarjuk. A Sacrifice sokkal jobb lehet, nem? Na amúgy ezt is extraktoljuk, mert ez konkrétan jöhet a gyűrűre. A 23%. És akkor itt mi van? A crowd control duration nő, amíg az enemy kizé. Igen, tehát nő a crowd controlunk, és ameddig unstoppable-ek az enemy-k, addig többet damolunk rájuk. Hát... Vége a Helltide-nak. Ez kuka. WoW? Wow. Szintje megszakértjük itt, azt mondja, hogy kezdjük. Critical Strike Chance, igen. Bone Spear, igen. És... Aha. Nem a Lucky Hit Chance kéne rá, hanem a Primary Resource restaurálás, aha. Ez egy jobb kesztyű, mint ami most van. Legalábbis jobb lehet. Hát, amúgy... Rossz rajta a Bone Skill. Ja, ez is jó lehet. Na, várjunk. Igen, és ez mi? Az is egy Sacrifice-os. Na, azon például fullos a Bone Skill. Csak ezen Blight van. És akkor ez is extrakt lenne. Azért, mert nincsen ilyen sacrifice-osom, azért akarok extraktolni. Na, hát jó sok item összegyűlt, srácok. Durva. Tehát ugye azokat akarjuk szétszedni. Az jó lehet. Erre is azt mondtam, hogy jó lehet. És akkor azt extraktoljuk fixen, és rárakjuk a gyűrűre. Bármint, hogyha lenne fullos sacrifice-unk, és akkor azt is rá lehetne rakni. Bocsánat, most itt nagyon kiválogatjuk a gíreket, mert túl sok item gyűlt össze. Ha ezt leváltjuk, akkor jön majd a fullos Corpse Tendril. Hát úgy néz ki, hogy nincsen fullos.
Jó, ez kuka lesz így. És akkor ez bejön helyette. Bloodlands, nézzük csak a Bloodlands-t. 27,15. Ez jobb, nem, srácok? Bár lehet, hogy a kerekítés miatt igazából ugyanolyan. Van-e Bloodlands-esünk? Van a Bloodlands. Szia, sötét mítosz. Köszi szépen, hogy itt voltál. Pám-pám. Ja, szóval arra mondtuk, hogy ez ugyanaz. Ha van még egy, akkor azt igazából kidobjuk. Ott van amúgy az armoros, amiről beszéltetek. Hát ezt igazából kidobjuk. Szevasz, Andaron! Na nézzük csak, hogy van a barrier. Itt azt hiszem van barrieresünk. Nincs. Ja, ott van. 2587, az 4845. Ja, és akkor nézzük meg, milyen barrierünk van. Andaron, ne viccel, semmi gond. Damaging Elite Enemy. Oké, na akkor ezt betesszük. Bone Spear Primary, Bone Spear. Na jó, akkor ezt, ez is bejön ide. Ez a Blood Orb-os sincs. És your sacrifice, na hát az a helyzet, hogy az sem rémlik, úgyhogy... Hopp, ott van. Na, azt a 36%-ot, azt így rápattintjuk. Igazából tök mindegy. Szóval ezt fogjuk, és akkor rárakjuk a mostani gyűrűre. Azt a 18%-ot pedig kukázzuk. És akkor azt beszéltük, hogy ez jó lehet a mostani buildbe, hogyha sikerül rá Crit Strike-ot rollolni a... Mi helyett? Az Injured Enemy helyett? Jó, és akkor kivesszük a Corpse Tendrilt. Itt van közben egy nagyobb barrier.
És ezzel a gyűrűvel pedig mit akarunk? El is azt mondtam, hogy ez jól lát, nem? Igen. Na nézzük csak. Critical Strike Chance, te teszünk rá. Nincs rajta Maximum Essence. Ez jobb lenne. Nem kell, hogy közel legyünk hozzám. Csak arra a physical damage-et leszedjük. Csak nem lesz rajta. Igazából ami más lesz, az az, hogy ezen ugye CC van, azon pedig close enemy. Jó. Tehát a critical mi a strike chance kell mindkettőre. Szia, ilyen a sapit hol esett? Hát az egyik egy random mobból, a másik pedig, mert hogy kétszer megvan, a másik pedig Nightmare Dungeon végén. Tehát most 15, most pedig 24. Nagyszerű. Hopp, ott is van. Na, fullos lett rajta arról. Nagyszerű. Mit akarok ezzel amúgy lecserélni? Hát ugye Maximum Essence-t fogok bukni, igen. Life Regen. Hát gyakorlatilag a mostani gyűrűmre kellett volna rárakni azt a Sacrifice-t. Ilyet ne csináljátok, srácok. Ilyet ne csináljátok, amit én csináltam. Ilyen hülyeséget, tehát most lehetne egy sokkal jobb gyűrűm. Francba. Jaj, tényleg, tényleg mondtatok egy aspektet. Ja, az armor, aha. Jaj, jaj. Damolok, akkor kapok armort. Ja, azon lehetne változtatni. Azonnal lehetne változtatni. És akkor itt ugye az Injured-et akarjuk lecserélni. Na ez mennyire jó? Ha, még belefér egy-két roll. 5%. Még egy. Az nem lett jó. És még egy. 6%, na az például már nagyon jó. És akkor Corpse Tendrilt akarunk rárakni. Hopp, az biztos nem. A crit chance. Igen. Na, ezt inkább így nézzük. Intet fogok vele bukni. Amivel a paragon pontok nem biztos, hogy működni fognak, úgyhogy először azt nézzük meg.
Ott az működik. Ahhoz például willpower kell. Az is működik, az is működik. Jó, akkor a intet bukok, az még nem gáz. Jó. Bone Spear. Ugye ezen kisebb a... Tehát, hogy... A critical strike chance-unk az nagyobb, viszont a crit damage-unk az kisebb lesz. Oké. Okay. A kordoganos waypontot valami sidequest-tel lehet állokkolni? Kordragon, az micsoda? Kordragon. Nem tudom, hogy ez hol van. A waypointokhoz nem kell sidequest, tudtam már. De majd kijavítanak a srácok. Fogjuk ezt és beletesszük oda, és akkor lesz egy jobb corpse tendrilles cuccunk, még több crit chance-al. Stronghold? Ja, tényleg. Tényleg a strongholdos waypointok. A túl durához is kell. Igazatok van. Jobb lett volna egy nagyobb item power-ő kesztyűbe ezt belerakni, de hát, na. Nem lehet az élet. Fenékig tej fel. Szevasztok, skacok, hali. Ezzel mit is akarunk csinálni? Szétszedni. Akt 4 elején van a mount megszerzéséhez tartozó küldetés. Na, még megyünk egy Nightmare Dungeon-t. Itt mindenkinek közben hali. Minél több a crit strike chance-unk, annál jobb ez a build, és most per pillanat egyébként 58%. Micsoda? Igen. 58% a crit strike chance-unk. Valószínűleg amiatt, nem? Na, mindjárt megnézem, hogy pontosan most akar mi van. Alapból 58%, és akkor erre még 20% rájön. Na, várjatok. Szóval ez a critical damage... Na, nézzük csak, ez micsoda? Ez az lenne. Ja, ez csak sebzés növel. Alapból 58% critical strike chance-unk van, az brutálisan jó, nem, skacok?
Aha, 15%. 15% volt az elixir. Jó. Tudtam itt, hogy... Tudtam én, hogy valami turpisság van itt. Hát ő már nem prisoner, ugye? Ő már csak ami maradt a prisonerben. Már ha ránged kattintani. Láttam 700 000-et is. You saved my life. Kéne nagyon az a gyűrű, amivel... Amivel Essence-t kapnék vissza, de az még nem esett. Nem tudom hány órát raktam már a játékba, de... azt az aspektet még soha nem láttam, srácok. Megint elnyomtam a rángatást, de már nem volt kit rángatni. Még van valahol egy ember, egy rab, vagy rab maradvány. És akkor most már lehet haladni fölfele. Hát eddig nem estek valami hiper-szuper lootok. Majd én meg akarom fordítani a paragon táblát, mert ahogy láttam, másik irányból érdemes indulni. Ez gyors volt.
Hát ott se volt már két összeráncson. Szevasz, Master, szevasztok, srácok. Még kell egy Ward Eye. Akkor... Én nem vágom ezeket. Na. Bebekkelünk, átnézzük az új cuccokat. Sok arany van, kaphatok párat. Nem. Nem. Amúgy ez a 2 millió az nem sok. Ha ilyen 50-100 millió lenne, na az sok lenne, de ez így nem az. Ja. Én is most így rolloltam ezen a fegyveren, és így nagyon gyorsan elszálltak a milliók. Ezzel ezt át is nézhetném. Ja, az se kell. És az se kell. My burden is too great. Itt egy koszos, mocskos mágus, ez a title-je. Fejebb rakjam a klímát, Adri. Jó így? Oké. Na, össze akarok zúzni pár CG-t. Vulkanikus tornos. Na, ez ugye például jó lenne, csak 24-es, úgyhogy ezt megtartjuk. Ez is jó amúgy. Ez nem. Nightmare portál. Na hát akkor maradt 2, és most kéne craftolnunk. Na. Én azt mondom, YOLO. Jó, hát akkor még egyet. Poison damage, hát ez nagyon jó. Több item lesz az enemiknél, és poison enhanced-ok lesznek.
égetik a primary resource-omat. 33-as. Na. Ez lesz az utolsó, srácok. Kíváncsi leszek, hogy ez így hogy fog menni. 10-zel nagyobbat megyünk. Úgyhogy... ez jelentős változás. Nem tudom, hogy sebzésben mennyire fogjuk bírni. Ha nem lesz jó, akkor gyártam. Subscriber arrives. It fills you with determination. Ez nagyon jó. Gumicukor, köszi szépen a támogatásodat, Üdimáron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Nagyon tetszik a név. Így leírva. Köszi. Srácok, peregjenek a szvegek. Wow, köszi szépen srácok a támogatásaitokat. Köszi serpentyű. Neked is. Most látom, mi a gond. Elfogyott a resource. Miért vannak ilyen kevesen egyébként? Köszi Neutron, köszi Ray. Azok is tudják pergetni, akik nem feliratkozók egyébként. Hát ez elég gyengusz srác, aki... A mob sűrűség elég gyengusz. Tabot nyomtam. Pedig ott ez most nagyot mehetett volna. Jó, mindjárt visszamegyünk, csak megvárom a CD-t. Ja, és akkor ilyenkor kezdődik előről, aha. A védelem az érződik, hogy kevés, de látjátok, hogy megy ez amúgy. Na hát amúgy ez kell ahhoz, hogy megtanuljuk a Blood Mist-et használni, mert itt már szükség van rá.
Jó. Igen, itt az Essence Managerést szúrtam el. És három Blasphemit kell még elpusztítani? Hát... Még gyorsan elmennek a revive-ok. Na, ha ez most HC lett, hát ezért nem HC. Köszönöm szépen, Lolfaner, ez most egy nagyon, nagyon kedves kezdés a kérdésednek egyébként. Nem tudok nálad jobbat, akit elkérdezhetem. Ó, ez micsoda? Nem, ez inkább 900 000 szerintem. Nincsen PC-PS crossplay. A PC crossplay az Stadiával volt, de hát Stadia meg már nincsen. A konzolosok együtt tudnak játszani. Xbox meg PS. De PC és PSS-sel nem tud együtt játszani egyébként. Legalábbis legutóbbi információim szerint. Uh-huh. Ott a haver. Jaj, hát ez jó. Hát ez az utolsó, oké. Okay. Azt most befagytam, ugye ott kellett volna a Blood Mist-et használni. Az a gond, hogy itt nem sok mob van, így nem tudok annyit durrangatni. Végre.
Micsoda? Siege-be már van PS meg PC crossplay? Hát ezt nem tudtam, ne haragudj. Ezt nem tudtam, Vicsike, sorry. Legutóbb még nem volt. Nem tudom, akkor biztos jött egy szezon, amiben ezt az infót ezt így kihagytam. De én úgy tudtam, hogy csak PC a Stadiával tudja együtt játszani, a konzolosok, meg a PS, meg az Xbox. Van még valahol egy blasphemista. Pont itt egyébként a boss. Gyere ide. Hát igen, ez a barrier, ez úgy, hogy nem volt hulla, amire rá tudtam volna rántani, ez szíves. Ez így iszonyatosan kemény volt. Hát ugye azt kellett volna csinálnom, hogy ha van hulla, akkor azzal odarántani a mobot, addig le van stunolva, és akkor meg tudom ölni. De hát nem volt mob, tehát hogy nem volt hulla, nem tudtam rántani. Ezért az volt a terve, hogy akkor jó, oda megyünk, és akkor nyomok egy prisont rá, meg damolok, és akkor hát, ha meghal, de nem tudtam. Úgyhogy hát ez ennyi volt. Oké, tehát a 30-asokhoz még kell def. És amúgy ez várható volt, hogy kelleni fog def. Úgyhogy ezzel kell majd valamit csinálni. Legyen defünk. Már jelenleg üvegágyú, ez egy nagyon durván üvegágyús build. Ja, hogy te nem a Siege-re gondoltál, hogy csak ja, hát a Siege-ben nincsen PC, konzol, crossplay. Sajnám. Nagyon bés, erősebb, ez most micsoda? Amit írsz? Köszi szépen, srácok, közben a követéseket. Köszi. Már mint az előző. Micsoda? Örülnél, hogyha ezeket a cuccokat, amiket én eldobálok, azt felszedhetném? Ó! Látok még itt egy ilyet. Wow, ez ancestrális lehet? Hoppá. Hoppácska. Na, ilyet még nem is láttam. Na, egy lett olyan. Na, ez végre jó. Az nem jó.
Az se jó. Az se. Elég szépek itt a rollok. De nem. Ez az egy helybe állós. Nem, az egy, azon is a Army of Dead is dead az, ami jó. Jó, többit meg szétszedjük. A Sword Power level szerint rendezi az azonos cuccokat. Sword Power level, ez hol van ilyen? Ó, filment, jó szórakozást a játékhoz. És jó nyűstélését a 49-nek. Mi az, hogy bundle gép? Hát úgy, hogy vett egy gépet, amiben 49-en volt. Nem? Lehet szortolni itt a vendornál? Ja, látom. Köszi, azt de észre se vettem amúgy eddig. Ja, hogy olyan videókártyát vettél, amihez Diablo volt. Ja, én meg azt hittem, hogy a géphez volt a videókártya. Na jól van. Skatcerályok. Az a helyzet, hogy letoltunk Helltide eventeket, gyakoroltunk ezzel a build-el, ami hát még gyengusz. Úgy gyengusz, hogy még fájnak neki a sebzések, de ezzel majd változtatunk. Sikerült egy szintet lépni, ami majdnem kettő lett. World Boss-t is öltünk, Nightmare Dungeon-öztünk, és javítottunk egy kis renomét is. Valószínűleg ez annyira nem látszik meg most, de haladtunk azzal is. És végül egyébként megmutattam itt a Mount Armort is, mert hogy ugye ez esett ki legutóbb csak, vagy legutóbb, vagy az előtt. Úgyhogy van ez a rénszarvasos armor, és ami még új, hát az talán ez. Szóval a rénszarvasos, meg ez. Random ládából esett helltájdozás közben a rénszarvasos. úgyhogy ez is megvan. Ezt akartam nektek már legutóbb is mutatni, meg az, talán még az előtt is, csak mindig elfeledkezem ezekről. Ó, hát a trofikat meg még nem is néztük. Ez tök jó. Decaying Shaman School. Ott lóg rajta.
Na hát, srácok, ennyi lett volna mára a diablózás. Remélem, hogy tetszett nektek. Jövő héten ne felejtjétek, új drop. Ha minden igaz, akkor a druidának a... druidának lesznek cuccai, trófia és fegyverszkénje. Úgyhogy azokat tudjátok majd hétfőn farmolni nálam is, illetve a Primal Instinct Mountot még mindig meg tudjátok szerezni, két feliratkozás ajándékozásával, az is élni fog jövő héten. Úgyhogy csapatjuk a hét elején a diablózást. Az biztos. Úgyhogy hát ennyi.